Az adóemelés méreg a gazdaságnak. Orbán Viktor erről is a Kossuth Rádióban beszélt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jövő évet az ország és a családok megerősítésére kell használni. Ezért most nem a tartalékolás, hanem a helyreállítás időszaka jön. Adóemelés az a magyar gazdasági rendszer számára egy méreg. Magyarország nemzeti érdeke, hogy ne fogadjon el kívülről ráerőltetett adószabályokat, erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, éppen az adórendszerünk az, ami a mostani gazdasági növekedés kiinduló pontja, és amely Magyarországot versenyképessé teszi. Ezért, ha Brüsszel ránk kényszeríteni a minimum adót, az számunkra adóemelést jelentene, ami rontaná a magyar életszínvonalat, szögezte le a kormányfő. Mi abból élünk, hogy mi a világ más velünk versenyző termelési helyszíneivel szemben olcsóbban, jobban, jobb minőségben és gyorsabban és pontosabban, megbízhatóbban tudunk termelni. És minden, ami ezt a képességünket csökkenti, mondjuk magas adókat raknak a gyakunkba Brüsszelből, ami ellen tiltakozunk, az lerontja a versenyképességet, nem fogjuk tudni eladni a termékeinket, hiszen drágábban fogunk termelni, és ha nem adjuk el a termékeinket, akkor kevesebb lesz a pénzünk, és rosszabbul fogunk élni. Ez elég logikus és egyszerű dolog, ezért Magyarországnak az a nemzeti érdeke, hogy ne fogadjon el kívülről rá erőltetett adószabályokat. Orbán Viktor azt mondta, a másik nagy vita a klímavédelem költségeiről fog szólni Brüsszelben, hiszen már az asztalon van egy klímaadóról szóló javaslat. Arról szól, hogy adóztassuk meg a gépjármű tulajdonosokat, meg a háztulajdonosokat, tegyünk a nyakukba egy klímaadót, és abból csökkentsük valahogyan a környezetrombolást. Mi nekünk az a véleményünk, hogy a klímavédelem költségeit a klímarombolóknak kell megfizetni, és nem a magyar családoknak. A jövő évi költségvetésről Orbán Viktor azt mondta, az lenne a jó, ha a hiány nulla lenne, és az adósság is nulla közelében állna meg, hiszen a cél, hogy Magyarország hitelező ország legyen. De, mint fogalmazott, ehhez még kevés volt az elmúlt 10 év. A költségvetési hiány és az államadóság jelentős csökkenése nem várható a következő 1-2 évben. A baloldallal ellentétben azonban a kormány úgy látja, most nem a tartalékolásnak, hanem a családok és a vállalkozások megsegítésének van itt az ideje. Most nem tartalékolni kell, hanem most oda kell adni a 13. havi nyugdíj következő heti szakaszát, a második heti nyugdíj részt is. Most kell bevezetni a fiataloknak az adómentességet, ha dolgoznak. Most kell visszaadni, ha a gazdasági növekedés eléri az 5,5%-ot, ha föl tudjuk emelni a gazdasági növekedést erre a szintre, most kell visszaadni a befizetett adót, és így tovább. Tehát most kell megállapodnunk a vállalkozókkal, hogy milyen feltételek mellett tudnak 200 000 forintos minimálbért adni. A miniszterelnök azt hangsúlyozta, a következő évet az ország és a családok visszaerősítésére kell használni.